novemberében, ott a Blitz galériának egy nagy árverése, nem tudom, tudják-e, ez egy régi árverezőház, aki alapvetően kortárs művészekkel foglalkozik, és egy ilyen őrült nagy teremben volt a kiállítás, Fehér László, Záborszky Gábor, egy csomó Balázs Béla és Kossuth Díjas művész képen volt kirakva, és a fő falon, egy ilyen hosszú falon volt egy világító doboz, amit itt láthatnak majd, ami mindenkinek a szemét magához vontotta, így nekem is. Akkor még nem tudtam, hogy ki Gál Kata, de akkor megtanultam a nevét, és amikor fölmerült, hogy következő kiállítást ő fogja csinálni, akkor Fényi Tibor megmondhatja, hogy tapsoltam örömömbe. És most bemutatnám akkor a művésznőt, itt áll mellettünk Gál Kata. Kedves vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a Kahán Art Space-ben Gál Kata Social Priority című kiállításának megnyitóján. Biztos vagyok benne, hogy amikor beléptek a kiállítóterembe, Önöket épp úgy, mint engem egy pillanat alatt elvarázsolta a Gál Kata hallatlanul izgalmas és gondolatgazdag képi világa. Megdöbbentő hasonlóságuk. Azonban a kép nem leplezni akar. Épp ellenkezőleg elgondolkodtatni. Szembesíteni bennünket, nézőket egyrészt a hasonlóságokkal, másrészt saját gondolatainkkal, esetleges előítéleteinkkel. A látogatónak alkalma nyílik arra, hogy nyomon kövesse az elmúlt évek alkotói törekvéseit, valamint az új irányokat. Ezek meccéspontjában helyezkedik el diplomamunkája, amit látható tőlem jobbra, mely egyszerre tekinthető összegzésnek és kiinduló pontnak. A műnek az anyaga, alakja, vagy az, hogy lábakon áll, a paraván képét sugallja. Ez a képzettársítás, mint az öltözés, átöltözés, fedés, fedetlenség metaforája tovább vezet bennünket olyan témák felé, mint a ruha és a környezet kölcsönhatása, a urbánus lét, a nemi szerepek, a különböző társadalmi kontextusok. A derengő fény egyrészt puhán illeszkedik a kompozíciókba, másrészt magában foglal valami üzenetet. Így kijelölő és rámutató funkcióval bír. Mindemellett továbbra is fontos marad Gál számára a síkszerűség megtörése, hogy felületi játékokat hozzon működésbe, és hogy kilépjen a térbe. Budapesti helyszíneken szokatlan staffás alakokra lehetünk figyelmesek. Például a Hunyadi téren pózoló vadászokra és sétáló exotikus állatokra, vagy a fővárosi nagycirkusz épülete előtt heverő elefántetemre. Elsőre szürreális vízióknak tűnnek, miközben államszerűségük éles társadalmi kritikát tartalmaz. Ebből a perspektívából nézve a vallás és a kereskedelem koloniális kódjainak kritikai felülírásokat is olvashatjuk ezeket a